Üdv mindenkinek, szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a videóban az egyik kedvenc témámat fogjuk folytatni, vagyis filmekből fogunk angolt tanulni. Elmondom, hogy melyik az az öt brit sorozat, ami remekül alkalmas arra, hogy szórakozva tanulj belőlük angolul. Ha érdekel téged ez a téma, vagyis az önálló nyelvtanulás, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és ha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, akkor nézz rá lent arra a tréningre, amit ezzel kapcsolatban készítettem. És akkor vágjunk is bele a mai témánkba, vagyis milyen brit sorozatokból lehet jól angolul tanulni. Nos, ha te éppen Angliába készülsz dolgozni, vagy tanulni, vagy nyelvvizsgázni szeretnél, akkor egy tökéletes, kiegészítő elfoglaltság lehet számodra, hogy brit sorozatokat nézel, amelyekből nagyon-nagyon sokféleképpen tudsz angolul tanulni és profitálni. 1. Elsajátíthatod a leggyakoribb angol szófordulatokat és a szlenget. Ugye ezeket a sorozatokat elsősorban a brit közönség számára készítik, a dialógusok tel is tele vannak olyan kifejezésekkel, szófordulatokkal, amit ugye napjainkban használnak Nagy-Britanniában. Tehát ha rendszeresen nézel brit sorozatokat, akkor felszedhetsz egy olyan szókészletet, amivel valószínűleg sohasem találkoztál egy nyelviskolában Magyarországon. 2. számú előny. Gyakorolhatod a brit akcentus megértését. Nos, a valódi brit akcentus nagyon-nagyon különbözik, vagy különbözhet a nyelvórai szövegértési feladatoktól. Ugye, ha rendszeresen nézel sorozatokat, akkor egy nagyon reális, valós képet kaphatsz a dialógusokról, azok sebességéről, hangszínéről, és később sokkal könnyebben fogod megérteni az élő beszédet az idő elteltével. És a 3. számú előny, tanulhatsz a brit kultúráról és a történelemről. Persze, én tudom, hogy az a fő cél, hogy mindenki jobban beszéljen angolul, de ha több ilyen sorozatot, ilyen brit sorozatot nézel, akkor egy idővel nőni fognak az ismereteid a Szigetországról, a Szigetország szokásairól, hagyományairól, kultúrájáról és történelméről. Nos, nézzük akkor, hogy hogyan tanulj ezekből a brit sorozatokból. Én nagyon sok videót készítettem már arról, hogy hogyan tanulj angolul filmekből és sorozatokból. Ezeket, ha fönt ráklikkelsz a kártyára, akkor megtalálod minden egyes ilyen elkészült videót, de nagyon gyorsan vegyük át még egyszer az alapokat. Tehát minden egyes részt 3-szor, azaz 3 alkalommal nézd meg. Először magyar felirattal, aztán angol felirattal, és végül felirat nélkül. Közben pedig legyen melletted toll és papír, és egyszerűen jegyzeteld ki a számodra ismeretlen, vagy érdekes, vagy újszerű szavakat, szófordulatokat és kifejezéseket. 2. számú tipp, tanulj csoportban. Természetesen ezeket a sorozatokat nézheted egyedül is, de kialakíthatsz magad körül egy tanuló csoportot, ugye a családtagjaidból, kollégáidból, barátaidból, valamilyen ismerőseidből. És semmi más dolgotok nincs, mint leülni péntek este vagy szombat este a tévé elé, sörrel, kólával, pattogatott kukoricával, pizzával, és közösen jól eltöltitek az időt, és összekötitek a kellemest a hasznossal, tehát csináltok egy jó közösségi programot a nyelvtanulásból. És a 3. számú tipp, legyél türelmes magaddal szemben. Lehet, hogy az első alkalommal nagyon-nagyon sok lesz a számodra ismeretlen szó és kifejezés, lehet, hogy több mint 3-szor kell majd megnézned egy részt ahhoz, hogy minden letisztuljon, de ne hagyd, hogy ez elvegye a kedved a nyelvtanulástól. Ezeken a lépéseken mindenki átmegy, minden nyelvtanuló keresztül megy, valaki gyorsabban, valaki lassabban. Tudnod kell, hogy a szövegértés fejlesztése egy időigényes folyamat. Láttam sajnos az interneten olyan hirdetéseket, amelyek fantasztikus eredményeket ígérnek 2 héten belül, meg 3 héten belül. Ez sajnos nem így van. De ha rendszeresen edzel, ha rendszeresen nézel sorozatokat és gyakorolsz, akkor hidd el, hogy jönni fognak az eredmények.
És akkor most a bevezető után térjünk rá arra az 5 sorozatra, amelyeket én javaslok neked. Az első számú sorozat az a címe, hogy Sherlock. Ugye ez Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes detektív történetein alapul. Aki szereti az izgalmas krimiket, annak ez egy tökéletes sorozat és kikapcsolódás lesz. Én tudom, hogy nagyon sokféle Sherlock Holmes sorozat megy jelenleg a különböző csatornákon, de amit én javaslok, annak az a címe egyszerűen, hogy Sherlock, ugye ez egy brit sorozat, Benedict Cumberbatch és Martin Freeman főszereplésével. Ugye ez a sorozat egy modern környezetben gondolja újra Arthur Conan Doyle hőseit, tehát Sherlock és Watson a 21. századi Londonban élnek és nyomoznak, modern eszközöket használnak, mobiltelefonjuk van, internet, GPS, mind-mind használatba kerül ebben a sorozatban, de ugye a korszerű kellékek ellenére meghagyták az alkotók az eredeti történetnek a hangulatát, stílusát és logikáját. Tehát az újítások mellett számos klasszikus elem is megmarad, ilyen ugye a Baker Street-i lakás, ahol Sherlock Holmes él, vagy az ős ellenség Moriarty. Az eredeti történet azonban csupán egy kiinduló pont az alkotók számára. Tehát például Watson ebben a történetben az afganisztáni háborúban szolgált katonaorvosként, stb. Tehát aki szereti az izgalmas krimiket, annak ez egy tökéletes kikapcsolódás lesz. A második számú sorozat, amit a figyelmetbe szeretnék ajánlani, ennek az az angol címe, hogy The IT Crowd, magyarul pedig azt hiszem, hogy Kockafejek néven futott valamelyik csatornám. Ugye ebből a sorozatból nagyon sok IT kifejezést és irodai kifejezést fogsz majd felszedni. Ez a sorozat egy kitalált londoni vállalatnál játszódik, annak az alaksori irodájában, itt kapott helyet ugyanis az IT részleg. Két dolgozóval ismerkedünk meg, Royal és Mosszal, akik igazi számítógép őrültek, és csak a számítógép érdekli őket, a saját kis világukban élnek, egészen addig, amíg nem kapnak egy új női főnököt Jen személyében, aki az IT részleg vezetője lesz, de aki semmit nem ért a komputerekhez. És ugye ez adja a helyzet komikum meg a sitcom alapját, van egy főnök, egy női főnök ráadásul, aki teljesen analfabéta a számítógépek vonatkozásában. Ugye nagyon sok összetűzés van az IT világban tudatlan kollégákkal és a követelőző cégvezetővel, tehát aki szeretne kikapcsolódni, és közben ilyen irodai és IT szókincset felszedni, annak ez egy tökéletes sorozat. Harmadik számú sorozat, Jamie Oliver műsorai. Nagyon sokféle sorozata van, nem akarom mindet itt felsorolni. Ugye az első sorozat, ami Jamie Oliverrel megjelent, az igazi klasszikus, az ős klasszikus, az a BBC Naked Chef, vagyis Főzzünk egyszerűen című sorozata volt valamikor a 90-es évek végén. Ugye a címit arra utal, senki sem mesztelen természetesen, Jamie Oliver sem mesztelen, de arra utal, hogy nagyon-nagyon egyszerű elkészíteni ezeket az ételeket. Aki szereti a főzős műsorokat, és aki szeretne főzéssel, ételekkel, zöldségekkel kapcsolatos szókészletet felszedni, annak én nagyon merem ajánlani Jamie Oliver különböző showit. Negyedik számú javaslat az autók szerelmeseinek szól, ez pedig természetesen a Top Gear, vagyis magyarul a Csúcsmodellek című sorozat. Ez a sorozat is a BBC csatornán indult, jelenleg azt hiszem, hogy a 25. évadánál járunk. 77-ben kezdődött ez a sorozat egy hagyományos autós magazinként, majd a 2000-es évek elején teljesen megújult, új műsorvezetőkkel és a korábbiaknál egy sokkal humorosabb stílusban mutatott be autókat az autózás szerelmeseinek. Azóta ezt a klasszikus műsorvezetői gárdát lecserélték néhány évvel ezelőtt,
új műsorvezetők kerültek a sorozatba, nagyon sokan azt mondják, hogy ez már nem az igazi Top Gear, és ez inkább csak egy gyengébb utánzata az eredeti sorozatnak, ezt mindenki döntse el maga, de akit érdekelnek az autók, és szeretne ezzel kapcsolatban szavakat tanulni, az mindenképpen nézze a Top Gear különböző részeit. És az ötödik, az utolsó javaslat pedig mi lehetne más, mint a The Office, vagyis a Hivatal című klasszikus BIT sorozat. Ugye műfaját tekintve ez egy úgynevezett mockumentary, vagyis egy áll dokumentumfilm, az angol mock, vagyis gúnyolni, és a documentary, vagyis a dokumentumfilm szavak összevonásából. Ugye a részek egy valódi dokumentumfilm látszatát keltik, és valójában csak ki akarják gúnyolni ezt a bürokratikus, hivatali, dolgozói életet. Tehát az lesz az érzésed, miközben nézed, hogy egy valódi dokumentumfilmet nézel, láthatod, hogy hogyan beszél a főnök az alkalmazottakkal, hogyan beszélnek az alkalmazottak egymásról, egymással, vagy a főnökről, tehát nagyon-nagyon sok hasznos irodai és üzleti kifejezést és szlenget felvehetsz ebből a sorozatból. Ez egy elég rövid sorozat, 2 évad volt mindössze 14 epizóddal, úgyhogy nem jelent nagy problémát az összes rész megtekintése. Természetesen kiválaszthatsz egyet az általam javasolt sorozatok közül, vagy minden nap nézhetsz egy másikat, ez teljesen rád van bízva, de én azt javaslom neked, hogy még ma kezdj el brit sorozatokat nézni. Nos, a videó végén köszönöm, hogy megnézted ezt az összefoglalót, remélem, hogy hasznosnak találtad, és tudsz majd belőle profitálni. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!